Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a bak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi utal a férfiakra, de lehet a lelki társad is. Ami szép, hogy egy vonalban vagytok, sőt, ami összeköt benneteket, ez itt a szív, a szeretet, a szerelem. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nálad megjelenik a horgony, az azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony jelenteti a munkát és a hivatást is. A férfi feje fölött ezek a kártyák jelennek meg. Ez a kereszt, ez utal a hitére, hisz abban, hogy lesz egy szerencsés fordulat, különösen ami a szerelmet illeti. Ez a kereszt jelentheti azt is, hogy lesz találkozás, hiszen a sors utatok kereszteződik, megjelenik a gondolataiban, tehát ő tervezi ezt. Amit a kereszt még jelenthet, ezek a döntések, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Vannak jó gondolatok, és tisztán látja a dolgokat, hiszen a nap itt megvilágítja ezeket az irányokat. De megvilágíthat téged is, láthatóvá tesz téged, ami azt jelenti, ez a férfi látni akar téged. És itt a gyűrű lehet egy eljegyzés, egy házassági ajánlat, vagy jelenti a kapcsolatot, azt is, hogy visszatér hozzád. Amit a gyűrű még jelenthet, ezek lehetnek szerződések is. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt látható. A gyermek jelent egy új irányt, egy új kezdetet. Itt a csónak a háttérben utal a reményre, vagy jelent utazásokat, külföldi kapcsolatokat. Persze ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. Itt van mozgás, előre mennek az események. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy valaki közeledik hozzád. Vagy ő, tehát a lelki társad, de lehet egy más férfi is. Sőt, ez lehet egy utazás, egy külföldi kapcsolat. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, vagy hogy valami, vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Itt ez a kártya jelenti a csillagokat, ami szerencsét hoz, és utal arra is, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen kell lenni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Visszatérve a lovas férfire, ez mindazt jelentheti, ami mozog. Sport, autó, kirándulás, utazások, változások. Itt a csillagok mellett van a horgony. Ez jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni, sőt megjelenik a gondolataidban, ha te egy hölgy vagy. De a horgony jelenti a munkát, a hivatást is. És itt ez a torony, hogy kiépíthetsz valamit, megnagyobbíthatsz valamit. A torony lehet egy épület is, iskola, kórház, vagy bank, vagy hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, ami az érzelmeket illeti, a torony jelentett feszültségeket, korlátozásokat, amikor úgy érzed, hogy benne vagy ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy labirintus, és keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Lesz egy kiút, hiszen a gyermek jelentheti ugyan a gyermekeket is, de azt is,
hogy itt lesz egy új irány, lesznek változások, és a ház az utal az otthonodra, ez lehet egy új otthon, vagy otthon vagy a gyermekekkel, vagy otthonról dolgozol. A ház jelenti a családi kapcsolatokat is. Második hét, február hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, előtted a halak jelentik az anyagiakat, hiszen ezt is rendezni szeretnéd. A halak azok utalnak a belső értékekre és az elismerésekre, és itt mögötted a park jelenti a nyilvánosságot, megjelensz a nyilvánosságon, mások észreveszik, észrevesznek téged, megkapod az elismerést, a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, mások látnak téged. A nap jelenti az élet erőt és a sikereket is. Itt a virágcsokor, az jelenti a te szépségedet, vagy egy kreatív tevékenységet, de jelenthet egy meghívást, egy ajándékot is, és itt van a szerencse. De nem csak szerencse van itt a második héten, februárban, hanem viták, veszekedések is, de itt lesz egy gyógyító erő, hiszen ez a kártya jelenti a fát, és az utal egészségügyi témákra. Lehet, hogy beteg voltál, vagy valaki a családban, akkor itt van az életerőt, lesz gyógyulás. De az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt vannak félreértések, vagy valaki meg akar bántani téged. De ez kiderül, kiderül a valóság. Amit a fa még jelenthet, hasonlóan, mint a horgony, a biztonság érzetét, ahol úgy gondolod, itt le tudsz gyökerezni. Ez lehet az otthonod, lehet a párkapcsolat, lehet a munkád is. Ezek a félreértések elmúlnak, hiszen itt egy vonalban van ez a kártya a gólyával, és a gólya az jelenti a változásokat, megváltozik a helyzet. Harmadik hét, február hónapban itt látható. Vedd kezedbe ezt a kulcsot. Ez jelenti a magabiztonságodat, egy magabiztos fellépést, de ezzel a kulcssal le tudsz zárni valamit, mint például a vitákat, a veszekedéseket. Lesz változás, döntéseket fogsz hozni, hiszen elérkezel az élet utadon a kereszteződéshez. Itt szeretetről és szerelemről van szó. Lesznek beszélgetések, és itt az utak jelenthetik azt, hogy ő útban van hozzád, vagy lesz egy közös életút, vagy lesznek fontos döntések. A hold az jelenti az álmaidat, meg a vágyaidat, és a medve az erődet. Ez jelenti a belső erőt, a hitet is. Higgy az álmaidban, mert ez most megvalósulhat, útban van hozzád. Utolsó hét, február hónapban, itt alul látható. Ez a ravaszróka jelenthet negatív gondolatokat, vagy érzelmeket, vagy rossz döntéseket, vagy félreértéseket, vagy hamis személyeket. De szerencsére itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, az egerek eltüntetik ezeket a félreértéseket. Ez a férfi döntéseket hoz, látni akar téged, keresi veled a kapcsolatot, előtte a lilium virág azt jelenti, hogy tisztázni akar veled valamit, lesz egy hír, mindez olyan hirtelen történik. A levél az jelenthet szerződéseket is, és itt a könyv utal a tudásra, a továbbképzésre, de mint látható, ez a könyv nyitott, jelenti az ő nyitottságát is. Nem csak részéről van ez így, hanem a kutya az utalhat a barátságokra, tehát a baráti körben is így lesz. A kutya jelentett házi állatokat és kutyát vagy cicát, azon kívül jelenti az ő hűségét.
Ami téged illet, itt vannak álmok, bíz ebben, legyen meg ez a belső erő, a hited, és akkor ez az álom hűségesen ott marad hozzád, itt meg lesz a szerencse, és ezt ki tudod építeni. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.